Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szöget TV adását látják. A december az év 12. hónapja a Gergely naptárban. A hónap neve a latin decem szóból származik, melynek jelentése 10, mivel eredetileg az év 10. hónapja volt a római naptárban. A 18. századi nyelvújítók szerint a december fagyláros, még a népi kalendárium egyszerűen csak karácsony havának nevezi. Testületi összefoglalónk következik. Sajószeged önkormányzat képviselő testülete 2012. december 7-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta. Első pont. Javaslat a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálása. Zárt ülés. A képviselőtestület zárt ülésben tárgyalta a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra benyújtott kérelmeket. A testület minden kérelmet benyújtó diák, azaz 15 fő részére támogatást nyújtott, a kérelmezők rászorultságától függően eltérő mértékben. Második pont. Javaslata a háziorvosi feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására. Dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a szerződés módosítását jogszabályváltozás indokolja, tételesen előírták, hogy mit kell tartalmazni a feladat ellátási szerződésnek. A képviselőtestület az előterjesztésnek és az elhangzott javaslatoknak megfelelően egyhangulag elfogadta a háziorvosi feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítását. Harmadik pont. Javaslat az iskolabusz működtetéséről szóló szerződés meghosszabbítására. A képviselőtestület felhatalmazta dr. Gulyás Mihály polgármestert, hogy az iskolabusz működtetésére vonatkozó megbízási szerződést 2013. június 30-ig meghosszabbítsa. A költségeket a Tiszai Városi Tankerület fogja fizetni. Negyedik pont. Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatására vonatkozó megállapodás megkötésére. A képviselőtestület döntött arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2013. január 1-től történő ellátására megállapodást köt a Tiszai Városi Humánszolgáltató Központtal. Ötödik pont. Javaslata a sajószegedi napköziotthonos óvoda alapító okiratának módosítására. Dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy az óvoda alapító okiratában módosítani kell a jogszabályi hivatkozást, a sajátos nevelési igényű gyermekek fogalmának meghatározását, valamint a maximális gyermeklétszámot 50 főben kéri az óvoda megállapítani. A képviselőtestület az előterjesztésnek megfelelően módosította a sajószegedi napköziotthonos óvoda alapító okiratát. Hatodik pont. Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések. Az iskola tulajdonában álló kerékpárokról a szakértő megállapította, hogy balesetveszélyesek, ezért azok leselejtezésre kerülnek. Sajószeged önkormányzat képviselőtestülete 2012. december 14-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta. Első pont. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003. december 18 önkormányzati rendelet módosítására. A képviselőtestület részletesen megtárgyalta az Áve Miskolc Kft. Szemétszállítási díj emelésére, valamint a szerződés 2012. december 31-i napjától történő módosítására vonatkozó ajánlatát. Az Áve Miskolc Kft. A 120 literes edények áfa nélküli ürítési díját 371 forintról 451 forintra, a 60 literes edény ürítési díját pedig 216 forintról 303 forintra emelni, azzal az indokkal, hogy a 2013. január 1-től hatályba lépő hulladékról szóló törvény több olyan elemet is hoz a rendszerbe, ami drágítja a szolgáltatást és azt át kell terhelni a lakosságra. Dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy az új hulladék törvény szerint a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 4,2%-kal lehet emelni a díjakat, de az az önkormányzat, amelyik ISPA beruházásban támogatást kapott, mint mi is, akkor ettől el lehet térni, ha a Magyar Energia Hivatal ehhez hozzájárul. Aggályosnak tartja, hogy a díjat 2012. december 31-től akarják megemelni, mert a vonatkozó kormányrendelet szerint a közszolgáltatási díjat legalább egy éves díjfizetési időszakra kell meghatározni, és Sajószegednek 2012. január 1-től december 31-ig van érvényes díjszabása az egy éve lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján. Az Áve képviselője kilátásba helyezte, hogy ha a testület nem fogadja el az ajánlott összeget, felmondják a szerződést, amennyiben a bevétel nem nyújt fedezetet a szolgáltatásra, mert ellehetetlenül a cég. A szerződés 6 hónapos felmondási idővel bontható fel.
A testület az Ave Miskolc Kft. Által a település szilárd hulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását nem fogadta el. Egyúttal a hulladékról szóló 2012 évi HTV 91. paragrafusának 4.-5. bekezdésére hivatkozva felkéri az Ave Miskolc Kft.-t, hogy 2013. január hónapban minél hamarabb nyújtsa be kérelmét a Magyar Energia Hivatalhoz, miszerint a HTV 91. paragrafus második bekezdése szerint alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat kíván alkalmazni. A képviselőtestület kijelentette, hogy az önkormányzata a hivatal díj megállapítása vonatkozó határozata vonatkozásában fellebbezési jogáról lemond. Második pont. Javaslat a Kölcsey Ferenc általános és alapfokú művészeti iskola állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodás megkötésére. Sajószöged önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazta dr. Gulyás Mihály polgármester a Kölcsey Ferenc általános és alapfokú művészeti iskola állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodás megkötésére a szerződés aláírására. Harmadik pont. Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011. február 24. önkormányzati rendelet módosítására. Dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a pályázott 130 köbméter helyett 13 köbméter tűzifát nyert az önkormányzat, melynek kiosztására vonatkozó eljárást a rászorultak körét rendeletben kell szabályozni. A képviselőtestület az előterjesztésnek megfelelően módosította a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011. február 24. számú önkormányzati rendeletén. Negyedik pont. Javaslat a fogorvosi szolgálat végzésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására. Tiszaújváros önkormányzata megküldte Sajószöget vonatkozásában a 3-as számú fogorvosi körzetre vonatkozó szerződés tervezetet. A képviselőtestület a fogorvosi feladatellátási szerződést az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Ötödik pont. Javaslat a kézműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003. május 29. önkormányzati rendelet módosítására. Dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy 2013. január 1-től a Magyar Energia Hivatal állapítja meg a kézműves ivóvíz és a szennyvízelvezetés díját is, ezzel megszűnik a képviselőtestület erre vonatkozó hatásköre. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízfelhasználásáról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megalapításáról szóló 7/2003. május 29. számú önkormányzati rendeletét, és döntött arról, hogy 2013 évben önálló rendeletet alkot a közkifolyók díjairól és használatának módjáról. Hatodik pont. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Sajószeged önkormányzat képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Hetedik pont. A helyi adók beszedésének értékelése javaslata 2013 évi helyi adókra. Dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy ebben az évben jelentősen növekedett az adóbevétel, november 30-ig ennek összege 134.398.000 forint. A növekedést a kintlévőségek sikeres behajtása okozza, az inkasszók és letiltó határozatok száma majdnem 200. Az adót be kell fizetni, ebből van az önkormányzatnak bevétele. A behajtási cselekmény előtt minden esetben küldünk felszólítást, ha nem reagálnak rá, akkor intézkedünk a behajtás iránt. Vannak azonban behajthatatlan kintlévőségek, főként olyan gazdasági társaságoknál, ahol már a felszámolási eljárás is lezárult. A képviselőtestület a helyi adók beszedésének értékeléséről szóló tájékoztatót egyhangulag elfogadta. 8. pont. Javaslat a Tiszaszolg 2004 Kft. Tulajdonában lévő vízközmű vagyon önkormányzati tulajdonba történő átadására. Dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy az ivóvíz és szennyvízelvezetés tisztítás szolgáltatást 2013. január 1-től az ERV fogja ellátni, a Tiszaszolg 2004 Kft. Alvállalkozóként vesz majd részt. A közös vagyon az önkormányzatok tulajdonában lesz, és üzemeltetésre átadásra kerül az ERV-nek. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszaszolg 2004 Kft.-vel kössön szerződést a településhez kapcsolódó vízközmű vagyon átruházására, továbbá a kapcsolódó szorgalmi jogok átruházása tárgyában az előterjesztésnek megfelelően, illetve amennyiben a szerződés megkötéséig jogszabályváltozás a megismert tervezetek módosítását szükségessé teszi, úgy a jogszabályok által indokolt módosításoknak megfelelő szövegezés szerint. 9. pont. Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések. A pont.
Dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy az orvosi rendelő, valamint a sportöltöző felújítására 34 millió forint hitelt vett fel az önkormányzat a Magyar Fejlesztési Banktól, amiből még 27 millió forint kifizetése hátra van. Tájékoztatták arról, hogy Sajószeged önkormányzata jogosult az önkormányzat adósságának elengedésére. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy az adósságállomány visszafizetéséhez szükséges intézkedéseket az előterjesztésnek megfelelően megtegye. B. A településen esetleg megvalósuló TCG beruházással kapcsolatban a következő Sajtószegedről kiadványban tájékoztatjuk a lakosságot. C. Amennyiben a köztéri szobor készítésére benyújtott pályázaton az önkormányzat nyer, abban az esetben a képviselőtestület fog dönteni a műalkotás megvalósításáról. Sajószeged önkormányzat képviselő testülete 2012. december 28-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta. Első A. Tájékoztató a Miskolc térségi hulladékgazdálkodási konzorcium tanácsüléséről. B. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003. december 18 önkormányzati rendelet módosítására. Dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a konzorcium tanácsülésének napirendjén a szemétszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásról volt szó, aminek a lefolytatásával az önkormányzatok emődöt bízták meg, és 2012. december 31-től 2022. december 31-ig kerül kiírásra. Sajószeged és még 5 tagönkormányzat ezt az eljárást már 2011. decemberében lefolytatta, érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkezünk. Az AVEL szerette volna elérni, hogy mondjuk fel ezt a szerződést, így az új közbeszerzési eljárás hatálya alá kerülve a 22%-kal megemelt díjat tudnák alkalmazni 2013-tól. Természetesen a testület határozatának megfelelően visszautasítottam ezt a kezdeményezést, így a hulladéktörvény szerint egyelőre 4,2%-os emelés lesz az év elejétől. Január 1-ével megszűnik az önkormányzat díjképzési jogköre, ezért módosítani kell az erre vonatkozó helyi rendeletet. A képviselőtestület a Miskolc térségi hulladékgazdálkodási konzorcium tanácsüléséről tartott tájékoztatót egyhangulag tudomásul vette, és az előterjesztésnek megfelelően módosította a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003. december 18 számú önkormányzati rendeletét.